Keller János évről évre zenés műsorcsomaggal ajándékozza meg a jeles napokon a székesfehérvári szépkorúakat. A meglepetés idén sem maradhatott el, kedden délelőtt a színművész karácsonyi ajándékot vitt két idős otthonba, a gondozottakat zenés összeállítással lepte meg a közelgő ünnepek alkalmából. A hosszú sétatéri otthonban nagy örömmel fogadták a művészt, aki legutóbb nőnap alkalmából lepte meg az itt gondozott hölgyeket. Elég sok fekvő lakónk van, tehát akiket nem nagyon tudunk kimozdítani, illetve kerekesszékes lakóink, ugye nekik meg más lehetőségük nincsen, úgyhogy házhoz jön a színház, hogy így mondjuk, és tényleg nagyon örülünk neki, mert így nekik is lehetőségük van arra, hogy ebből az élményből részesek lehessenek. A Vörösmarty Színház művésze kötelességének érzi, hogy másokon segítsen, ezért már hosszú évek óta igyekszik eljutni dalaival számos helyre, azért, hogy másoknak örömet okozzon. Nagyon-nagyon régóta járok itt az idősek otthonába, többe is, és én azt gondolom, hogy a színháznak és a zenének, a művészetnek gyógyító ereje van, és én feltöltő energiát szeretnék átadni, boldogság hormont az idősebb embereknek, és tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon szeretik, nagyon-nagyon hálásak, és ettől én is boldog vagyok, úgyhogy azt hiszem, hogy együtt leszünk boldogok ma is. A közönség meghitt karácsonyi dalokat, majd szilvesztert idézve néhány könnyed operett slágert hallhatott, az pedig bizonyossá vált, hogy a színház a muzsika feltöltő erejével sikerült kicsit elfeledtetni a mindennapok gondjait és örömet varázsolni a szívekbe.